Szervusztok, szép jó estét mindenkinek! Nagyon erős energia van most jelenleg. De fogod érezni majd. Gyűjtsd össze szíved minden szeretetét, tedd bele a fehér gömbödbe, és küldd le földanya kristálymagjába. Indítsd el a szívteredből, gerinc mellett végig lefelé, medence, comb, lábszál, lábfej, és a talpaidon keresztül leengedett földanyának. Üdvözöljük a belső föld lakóit, és megköszönjük energetikai támogatásukat. Gája szereti gyermekeit, feltölti a gömbödet energiájával, szeretetével, és küldi vissza hozzád. És ez a finom energia belép a talpaidon, lábfej, lábszál, comb, medence, és a gerinc mellett visszatér a szívtérbe. És most küldjük fel atyánkhoz a napba, gömböd kilép a fejtetőn, atyánk is feltölti energiájával, szeretetével, majd küldi vissza hozzád. Belép a koronacsakrádon, harmadik szem, tobozmiri, torokcsakra, és újra itt van a szívtérben, és így együtt van a szent hármasság, atya, anya és a gyermek. Támaszd meg a gerinced, hunyd le a szemed, csillapítsd le az elméd, zárd ki a gondolatokat, figyelj befelé. Figyelj az energiákra, és figyelj a megérzéseidre. Kérem, 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 kérem. Kérek minden égi lényt, a teremtőt, a forrást és energiáját, az ősöket, a szent szellemet. Kérlek, jöjjetek, lépjetek be energiarendszerembe. Hermes Trismegistos, a sárkány nemzetség, lemúriai mesterangyalok, Atlantis angyalai, atlantiszi magar mágusok, aranyasszonyok, tündérek, boszorkányok, Mária, Szananda, Mihály, Gabriel, Rafael, Szandalfon, Szarahel, Ízis. Teremtő istenek. A nagy fehér testvériség, felemelkedett mesterek, spirituális tanítók és szellemi vezetők, a csillagcsaládok, segítő angyali tudatmezők, szeretett felettesén belső gyermek feleszületett, lénye minden aspektusa és lélek része. Kérlek, jöjjetek,
lépjetek be energiarendszerembe. Borítsátok be védelmetekkel tagjainkat, áldott Gáját és a Földön minden lelket. Így legyen most. És ez így van. Köszönöm, 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 köszönöm. Na, drága univerzum, égi segítőink, kérlek, jöjjetek. Lépjetek be energiarendszerembe. Hozzátok le azokat a frekvenciákat, rezgést, információt, mindazt, amire szükségünk van. És hívom, kérem, szólítom. Energiaőseinket. Kérlek, jöjjetek, lépjetek be fizikai testembe, energiatestembe, kérlek, aktiváljátok a képességeket. Én most félreállok. Kérlek, jöjj, jöjjetek. Lépjetek be fizikai testembe, energiamezőmbe. Végezzétek el azt a munkát, amire szükségem van. Tudatodat húzd hátra az egyik sarokba, egy kis sarokba, és engedd meg, hogy az ősök belépjenek fizikai testedbe, energiameződbe. Fogod érezni, amikor megérkeznek, és elkezdik a munkát. Lesznek olyanok, akiknek már csak nagyon kevés kell, szinte azonnal megtörténik valamelyik képesség aktiválása. Mivel minden ember más, egyedi, ezért egyedi időpontba fogjátok megkapni. A rezgésektől függően. A tudatszinttől függően. De mindenkinek aktiválva lesznek ezek a képességek. Ezek azok az ősök, akik a forrás után, a teremtés után második generáció, magas fénylények,
magas tudásszinttel. Ők vannak a legközelebb a forráshoz. Ők azok, akik be tudják aktiválni a képességeket. Na hát fogod is érezni, ahogy elkezdik a munkát. Hát egy nyomás a fejben. A bizsergés az egész testben. És egy magasabb sugárszintet fogsz kiengedni magadból, egy magasabb rezgésszinten leszel. Tenyeredben fogod érezni ezt a megemelkedett energiamezőt. A legtöbb embernél először az intuíció fog megerősödni nagyon, és elsősorban a belső látás. Most egy kicsit figyelj befelé, tehát állj félre, és engedd, hogy az ősök elfoglalják ezt a teret benned, az energiameződbe. Állj egy kicsit félre, és mint egy kívülálló szemléld, a fizikai testedet és az energia testedet, ezt a finom energia hálózatot, mint egy kívülálló szemléld. Lehet, hogy látni és érezni fogod, hogy a neuronok így felvillannak, mint egy soros kapcsolásban. Hú, nagyon érezni a gerincbe végig az idegpályát. Hú, egész az agy. Agy törzsik. Fénykód visszacsatolás. Nem tudom, hogy mit jelent, ez jött le.
leginkább úgy láthatod, mint egy elektromos hálózat, relék, transformátorok és a fény áramlása ezen a hálózaton. Bizonyos pontokon hirtelen felerősödik. Majd kiegyenlítődnek. De az aurát színe is meg fog változni, vagy már most változik. Leginkább lila és kék. Most viszont bejött egy zöld, gyógyító, harmonizáló energiamező. Ja, ez amik megtörténik, ez az aktiválódás. Ez a gyógyító, harmonizáló energia végig itt lesz. Egy új hálózati rajzot látok a fizikai testen belül, térben. Mint egy új kapcsolási rajz. Idegpályák. Most látom a szemet, a szemnek a egészen ahogy kapcsolódik be az agyhoz, azt a hosszú gyökeret. Hát lehet, hogy most csillagokat fogsz látni. Látóidegek, meg mint olyan milliónyi gyémánt lenne ott, apró gyémánt, csillognak, villognak. Kitölti a szemfolyadék. Látom és érzékelem a szaruhártyát. Fizikai szem gyógyítása és harmonizálása, valamint a fókusz beállítása fog történni. Fokozatosan, nem egy pillanat alatt. Látom az agyban lévő DNS szálakat. Jó, hogy ezek már 12 szálasok.
hatalmas mennyiségű fényinformáció árad most befelé. Több mint valószínűen lesz, mint a fejedbe felkapcsolták volna egy reflektort. Most, hogy a fizikai testedet is korrigálni fogod tudni majd a gondolataid által. Azért egy az olyan hatalmas mennyiségű információ és tudás, amit most így a fizikai testben 1-6 hónap, mire fel fogod dolgozni. Személyektől függően. De most már jönnek a képességek. Használni fogod tudni. Most hirtelen kiemelték a teremtő képességet. A te teremtésed. Szem, kapcsolódsz az egész univerzumhoz, fényszálakkal. Bolygókhoz, csillagokhoz, entitásokhoz. Csodálatos utazásod lesz, és misztikus élményed. Na, ezt elég lesz majd feldolgoznod.
Következő időszakokban mi új dolgot fogsz felfedezni, vagy inkább így rádöbbenni, hogy mi miért történik? Mint ha egy új iskolába, egy új iskolát kezdtél volna el. Újra tanulhatod a történelmet, a fizikát, mindent. Csak most az igazságot tanulod, vagy eleveníted föl inkább. Mert ez a tudás mindig is benned volt. Csak idáig le volt zárva. És újra aktiváljuk. Aktiváljuk közösen, segítséggel. Na, sok sikert kívánok mindenkinek a következő hónapok munkájához. A égi segítők végig itt lesznek. Most felerősödik az energia, hogy ilyen, mintha kapnál egy tömörített fájt. Na, akkor kedveseim, jó munkát! Namaste, áldás minden létezőre, áldás a felemelkedésre, áldás a felemelkedő segítőire, áldás rád!